Szevasztok srácok, kicsit lemaradtam ezzel a napi modellezős videóval, újra fel kell venni néhány részt, szóval ö, most ö, a következő részt láthatjátok. Ebben nem más sok bemutatni nektek, mint az összes csörgőmet. Négy darab van belőle, ugye minden a négy az fukert gyártmány tulajdonképpen az alapja, de három darab ö, sőt, három, kettő darab van, ami ö, kicsit úgy egyediesítve van. Itt az első, ennek, nincsenek egyelőre még ablaküvegei, látjátok. Ez a 2101-es pályaszámú gép, ezt egyik ismerősöm festette le ilyenre, és ő feliratozta. Ebben hajtás sincs, tehát ez egy, ez egy az egész, tehát tulajdonképpen vitrin modell. Akkor a következő az egy hajtással rendelkező gépezet. Ezt újonnan vásároltam, látjátok, vörös csillagos egyébként 2169-es pályaszámmal. Ez, ez azért elég jó kis gépezet, még soha nem ment egy métert sem állam, különben szokás szerint. 2016-ban vettem ezt, ezt a csörgőt. Utána jön egy szintén motor nélküli változat. Gyári fuggert lenne, csak nincs ebben se hajtás, hanem így megvan van eszkábálva Ez megmenekült tulajdonképpen, mert ö, igazából nem tudta a srác, hogy mi legyen ezzel a kasznival. Senkinek nem kellett, aztán mondom, hát rakd össze így nekem ilyen motor nélküli verzióba, aztán, aztán így meglett. Tulajdonképpen néhány ezer forintból lett összerakva ez a gépezet. Szóval ez így néz ki. És van még egy, ebben van motor is. Ez pedig egy kicsit így meg van koszolva. Ezt egyik haveromtól vettem, ő vette annak idején valakitől. Csak ugye az a haverom befejezte a vasútmodellezést. Az én ö, modelljeim látványa ragadta meg anno és ezért kezdte elő is a vasútmodellezést. Három mozdonyig jutott, aztán utána elkezdtek ott nála porosodgatni a, a szekrényben a a járművek, aztán úgy döntött, hogy eladja. Hát a csörgő, az hozzám került. A többi gépet meg az interneten elpasszolta. Szóval, de akkor ugye nekem még egyetlen egy csörgőm sem volt, szóval azért kellett nekem ez. Úgyhogy, hát ez, ez már régi történet. Szóval, 2012-13 környékén került hozzám ez a gép talán. De ennek valami baja is van egyébként. Szóval igazából ez a négy darab csörgőm van, mit kell tudni az eredeti mozdonyról, ugye eredetileg M41-es hozat volt ugye a máv most most már 418-as, ugye új számozási rendszert vezettek be. A Ganz máv gyártotta őket, univerzális dízelmozdonyok, dízelhidraulikus hajtással vannak felszerelve, 12 hengeres pilsztik dízelmotor van bennük, pilsztik dízelmotor tulajdonképpen francia tervezés, tehát a licencet azt megvette a Gansmávag. És igazából egy, egy nagyon bevált mozdonyosatról van szó, Mávnál személy és tehervonatok továbbítására is használták, használják, ma is bár most már elég kevés szerep jut nekik sajnos. Alkalmas ingavonati közlekedésre is. Ugye ingavonati közlekedésről akkor beszélünk, amikor szerelvény Ilyen van vezérlőkocsi is, és akkor ugye a szerelvény a vezérlőkocsiról is vezethető tulajdonképpen távvezérléssel, kezelhető a mozdony is. És igazából annyit kell tudni róluk, csörgő a becenevük, ugyan egy kicsit olyan csörgős hangjuk van nekik. 90-es, 2000-es évek, tehát 90-es évek végén, 2000-es évek elején a remotizációs program indult el a csörgők esetében is több gépet is remotorizáltak, ezek lettek a hörgők, ugye ezekben már más motor van, más vezérlést kaptak, egy kicsit más az orruk is, lehet látni a különbséget tulajdonképpen, ennyit tudok róluk így elmondani, így röviden, tömören, szóval ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és szevasztok!